Viszonylag nyugalmasan telt el a nyár a tűzoltóság szempontjából. Június 1-től augusztus 30-ával bezárólag összesen 91 esethez vonultak a tűzoltók, ami átlagosan körülbelül napi egy esetet jelent. Összességében változó volt a dolog, nagyon kevés tűzesetünk volt. Ez igazából az időjárásnak is, szerintem fegyelmezettségnek is köszönhető, hogy azért felelőtlenül nem gyújtogattak számunkra. Egy-két nagyobb káreseményünk volt, itt melléképület tűzekre gondolok, vagy szalmakaza, a bogja tűzekre. Igazából a legnagyobb problémát most az utóbbi időszakban a méh, illetve a darázs befogások okozták, illetve favágás volt még az, ami jellemzően növelte az eset számunkat. De összességében azt kell, hogy mondjam, hogy egy közepes nyarat tudhatunk magunk mögött. Az elmúlt hetek időjárása, a kánikulai meleg, a csapadékmentes időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki, ezért 2011. augusztus 22-től újra általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el a vidékfejlesztési miniszter. A Sátoraljaújhelyi Tűzoltóság parancsnoka elmondta, hogy az emberek manapság már komolyan veszik a tilalmat. Az utóbbi időszakban itt évről évre azért egyre jobban betartják ezt. Én, amikor felszereltem a 2000-es évben, sokkal több szárazfű erdőtűz esethez kellett nekünk vonulni. Mostani időszakban, és ez most időjárástól függetlenül is, azért sokkal jobban odafigyelnek az emberek. A médiának köszönhetően meg természetesen számunkra nagyon jó, hogy folyamatosan a képújságban megjelennek ezek, és egy ilyen híradásokban meg folyamatosan tudjuk tájékoztatni a lakosságot, illetve hát ott van a honlapunk is, ahol folyamatosan elérhetőek ezek az adatok. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez jó irányba halad ez a dolog. Aki azonban a tűzgyújtási tilalmat megszegi, arra nem csak a tűzgyújtási szabálysértési bírság rúható ki, hanem környezetvédelmi bírság megfizetésére is köteles a tiltások ellenére tüzet gyújtó.